Új légszennyezésmérő állomás Nyíregyházán. A műszer telepítése azért volt fontos, mert a jogszabály szerint több mérőállomás átlagából kell megállapítani a levegő minőségi helyzetet. A vármegyeszékhelyen eddig egy mérő működött, a belváros egyik legforgalmasabb pontján. Szakemberek szerint ez is az oka, hogy Nyíregyháza a legrosszabb levegőjű városok között szerepelt. Több évvel ezelőtt akartuk azt, hogy legyen még egy mérőállomás. Most sikerült elérni egy interreges pályázatunk, nyertes pályázatunk keretében, amit Szatmár Németivel, Ungvárral együtt adtunk be. Van egy közös cégünk Szatmár Németivel, az nyert el. És itt ugye lesz egy másik állomás, és átlagadatok szerepelnek majd, úgy, mint egyébként Debrecenben és Miskolcon is. És emellett pedig 60 mobileszközt is elhelyeztünk. Ebből 30 óvodáknál van, átfogja a teljes város, tehát tudjuk monitoringozni a levegőminőség helyzetét egész Nyíregyházán, és ebből tudunk következtetéseket levonni, és intézkedéseket is tenni, ha szükséges, a levegőminőség javítása érdekében. Sárgával a PM10-es frakció értékét látjuk, a pirossal, a rózsaszínnel a PM2 és felett. A műszer a hőmérséklet, a légnyomás és a páratartalom mellett a szállópor PM10-es és PM2,5-es frakciójának mérésére is alkalmas. Ezek a részecskék komoly légzőszervi megbetegedéseket okozhatnak. Míg a PM10 a tüdőbe jut, a PM2,5 sokkal veszélyesebb, mivel a tüdőből a véráramba is bekerülhet, súlyos elváltozásokat okozva a szervezetben. A mérőállomás adatait folyamatosan nyomon követik az illetékes kormányhivatal munkatársai. A levegőminőségi iroda az májustól működik, megfelelő géppel, kiadványokkal rendelkezünk, és minden héten a kollégák, levegőtisztaságvédelmi kollégák elemzik az elmúlt hétnek a levegőminőségét, és egy ilyen előrejelzést próbálnak adni, hogy mi várható a héten, hogy aki érintett, aszmás, idősebb, vagy a gyerekek fel tudjanak arra készülni, hogy mikor várható olyan levegőtisztaságvédelmi helyzet, amikor szennyezőanyagok feldúsulhatnak. Tehát ez a irodának ez a feladata, hogy ezeket az elemzéseket elvégezze, és amikor ennek a másik automata mérőállomásnak is az adatai validálásra kerülnek, akkor gyakorlatilag ezek az adatok bárki számára elérhetőek lesznek. A mérőállomás akkreditációja jelenleg is zajlik. Ezt követően az eszköz az országos légszennyezettségi mérőhálózat része lesz, az itt nyert adatok pedig a következő hetektől válnak hozzáférhetővé a légszennyezés.hu oldalon.